Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Egészségügy, oktatás és egészségügy. Az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk erről, és volt is miért, és attól tartok, hogy lesz is miért még a közeljövőben. Kezdjük most az egészségügyel. A Magyar Időknek volt egy olyan információja, amely általában jó szokott lenni, aztán az államtitkárság meg is erősítette ezt az információt, hogy a kormány arra készül, hogy kiszervezi a kórházakból, az egészségügyi ellátórendszerből a, pontosan idézem Önöknek, a krónikus belgyógyászati osztályokat, vagy ilyen osztályokat, ez a köznyelven az elfekvő. Hogy ez jó-e, hogy ki kell szervezni, avagy sem, én azt nem tudom, Pusztai Erzsébet viszont igen, jó estét kívánok, üdvözlöm. Azt gondolom, hogy ez már megint egy ilyen látszat tevékenység és egy gumicsont. Nincs túlzottan nagy jelentősége, azt gondolom, hiszen régóta tudjuk, hogy vannak ápolási otthonok, ahol krónikus ápolást igénylő személyek vannak, vannak krónikus belgyógyászati osztályok, ahol azért orvosi felügyeletet igénylő, krónikus ápolást kapó betegek vannak, és vannak szociális intézmények, olyanok, ahol vannak nagyon idős, sokféle betegségben szenvedő emberek. De már megint bedobtak egy dolgot, ami mögött nem látjuk a szakmai hátteret. Hát mondott az államtitkár több érvet is, az egyik az, hogy a szociális szféra, tehát hogy azért kellene ilyen szakápolási otthonokban ezeket a betegeket elhelyezni, mert hogy ők ugye nem úgy betegek, hogy hirtelen kórházban kéne őket meggyógyítani, tehát sokkal inkább szociális segítségre van szükségük, és hogy a szociális szféra sokkal jobban képes befolyásolni, hogy valóban a rászorulók kapják meg ezeket a lehetőségeket. Ez nekem úgy tűnik, mintha ebben a rendszerben még kimondani is szörnyű, hogy sok lenne a blitzelő, tehát hogy valaki önként és csak úgy passzióból fekszik az elfekvőben? Nem tudom elképzelni, hogy pontosan hogy gondolják ezt. Ha azt nézzük, hogy most a szociális rendszerben is... Kölgje ki magát, addig én még idézek, hogy miket mondott Ónodi Szűcs Zoltán. Azt mondta, hogy például ma rengeteg kórházi ágyon fekszenek olyan, főként idős emberek, akik nem szorulnak aktív ellátásra, a krónikus ágyak nagyobb részén konkrétan szociális ellátás folyik. Tehát, hogy ott ez egy szociális ellátás, és krónikus betegeknek meg nem jut ágy, tehát mintha ez lenne az egészségügynek a legnagyobb baja, vagy hát innen indulna a sok baj. Az alapvető probléma az, hogy nincs megfelelő szociális ellátórendszer. Ezt nagyon régóta mondja az egészségügy minden dolgozója, hogy nagyon sok szociális feladat hárul az egészségügyi intézményekre. Megteremtették a szociális ellátás feltételeit? Megteremtették az idős otthonok kellő számát? Megteremtették ennek a feltételeit? Hát mert különben hova teszik? Hát azért vannak a kórházban. Ugye az a kérdésem, hogy most kiszervezzük a kórházból. Hova teszik? Elviszik a kórházból. Szakápolási otthonok. Aha, hol vannak ezek? Hát nem, majd úgy nevezett. Tehát egyszer majd lesznek. De és oda kellenek emberek is. Nyilván. A mai viszonyok között ugye a kórház, mint egységes intézmény, gazdálkodik azzal a nagyon kis létszámmal, amilyen dolgozói létszámmal dolgozik, és tudja változtatni, hogy most a krónikus osztályon szükség van két emberrel, több emberre, akkor a másik osztályról biztosítja. Fölmérte már az államtitkárság, hogy ha kiszervezik, hova teszik, hol lesznek ezek az emberek, és ki fog velük dolgozni. Mert itt krónikus, rossz állapotban lévő, fekvő, nagy részt fekvő betegekről van szó. Itt abszolút szakápolók kellene. Én azt gondolom, hogy ez már megint egy olyan gumicsont, amivel megint mondtak valamit, de tulajdonképpen nem mondtak semmit. Hát de semmi azt... nem történik az egészségügyben, ugye lehet hallani mindenfelől, a berígért béremelés nem kapják meg, a bérszámfejtési rendszer nem jó, és ezért olyan emberek, akik mondjuk védőnőként dolgoznak, első hónapban, második hónapban megint 10 000 forinttal kevesebb fizetést kapnak. Ez nagyon súlyos érvágás annak, aki alig jön ki egy hónap végén. És közben azt halljuk, hogy Győrben a sebészek letétbe helyezik a felmondásukat, mert tűrhetetlennek tartják a helyzetet. Tehát nem csak az oktatás ügyben vannak rendszerszerű problémák, hanem az egészségügyben is, és ez egy
rendkívül kicsi részletkérdés ahhoz képest, hogy milyen bajok vannak. Azt mondta, hogy úgy mondtak megint valamit, hogy közben nem mondtak semmit, itt kotyogtam közben, hogy de, én szerintem ennek pont az az üzenete, hogy ebben a rendszerben vannak, az előbb azt mondtam, hogy blitzelők, amire már előjáróban mondtam, hogy kimondani is szörnyű, hiszen itt nagyon beteg, és többnyire, ahogy ön is mondta, fekvő betegekről van szó, és többnyire idős emberekről, vagy akkor a másik kifejezése se, sokkal szebb, de nekem egyszerűen ez az üzenete az államtitkári kijelentésnek, hogy vannak potyautasok, tehát olyanok fekszenek a kórházba, akiknek nem ott kéne feküdniük, és ez nem okvetlenül az ő hibájuk. És mondott arányt is, hogy nálunk a kórházi ágyak aránya, az ilyen hosszú ápolási idejű kórházi ágyak aránya, az 16%. De nem mondta, hogy máshol mennyi, én meg azt így nem tudom, hogy ez sok vagy kevés. Volt több cikluson keresztül volt olyan koncepció, hogy növelni kell az ápolási és a krónikus osztályokon lévő ágyszámot. Éppen az aktív ágyak rovására. Azért, mert szükség van erre a hosszú távú ápolásra, és szükség van az ápolási otthonokra. Most akkor mi a helyzet? Megint csak azt a kérdést teszem föl. Lehet az ágyszámokkal dobálózni. Hova teszik ezeket az embereket? Mi lesz velük? Mi az, hogy kiszervezik? Hova szervezik ki? Hol vannak azok az osztályok, ott várnak már, tehát kész az osztály, tele van ágyakkal, megvannak a dolgozók, és már csak a betegeket át kell oda vinni? Mert ez így működik. Hát ugye? Rövidesen a kormány elé kerülhet. Igen, ennek a terve, és aztán a terv után majd még meglátjuk, hogy mikor lesz belőle valóság. Mert nagyon sok ilyen típusú terv van, és nagyon kevés igazán a helyzetet javító valóságot látunk. A házi otthoni ápolásban is olyan változás volt, hogy csökkennek a lehetőségek. Miközben az országban az idősek száma egyre jobban nő, aközben az idősek ellátását, ahelyett, hogy javítanánk, ahelyett elkezdjük össze-vissza keverni. És én azt gondolom, hogy nagyon súlyos problémák lesznek ebből, mert az aktív osztályokon sincs elég ember, tehát egyre jobban nő a feszültség, és semmilyen intézkedést, változást nem látunk. Nincs rendszerben gondolkodás. És most ugye oktatásügyről mostanában nagyon sok szó van, és a miniszterelnök éppen azt mondta, hogy ők a pedagógusok mellett állnak. Hát én úgy látom, hogy aki mellett a kormány áll, az nem tud dolgozni, mert nem hagyják. A pedagógusoknál olyan intézkedéseket hoznak, az egészségügyben pedig nem tesznek semmit, még azt is megakadályozzák, amit az egészségügyi intézmények maguktól próbálnak tenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.